A péntek esti híradó után nagy munka vette kezdetét a stúdióban. A szakemberek és a televízió munkatársai egész hétvégén dolgoztak, hogy mától új látvány fogadja önöket. Az elmúlt években elsősorban a tudósítóhálózatnak a bővítését tartottuk fontosnak, a tartalmi kérdéseket. Most pedig megérett a helyzet, hogy a híradónak az arculatát, berendezését is felfrissítsük, megújítsuk. Úgy gondolom, hogy ilyen formában egy még igényesebb, még komolyabb híradóval tudunk jelentkezni mától. Hétfő reggel már az új díszlet fogadott bennünket a stúdióban, de az utolsó simítások még a híradónk előtti órákban is zajlottak, hogy minden a helyére kerüljön. Jó, ide egy monitornyi kell eljönnünk. Az eddig is nagyon jól fejlődő szakmai színvonalnak most teremtettünk egy hát 10 évvel korszerűbb környezetet. Szerencsére a szakmaisága és a szerkesztőségnek meg a lehetősége is megteremtették azt, hogy csináljunk egy olyan díszletet, ami már sokkal közelebb van a nemzetközi elvárásokhoz. Híradónk ugyanakkor nem csak külsőleg, hanem tartalmilag és szerkezetileg is megváltozik. A külcsíny mellett tartalmilag és szerkezetileg is összetettebb lesz a híradó. Az a célunk, hogy teljes körű tájékoztatást nyújtsunk nézőinknek, akik az erdélyi magyarságot érintő külföldi és bukaresti eseményekről is értesülhetnek majd, de természetesen nem hanyagoljuk kell a helyi és regionális témákat sem. Az új díszletben a híradó változatlan időpontokban jelentkezik. Hétköznaponként 16 órakor és 18 óra 30 perckor várjuk önöket friss hírekkel, hétvégenként pedig hírösszefoglalót láthatnak.